A kutyám olyan gyorsan eszik, hogy majdnem megfullad. Rá tudnám ezt oktatni valahogyan, hogy lassabban egyem? Na, ez egy jó kérdés, és nem is lehet könnyen válaszolni rá. A habzsoló kutyának a problémája az egy ismert probléma. Időnként olyannyira, hogy az ilyen kutyának a férennyelésével, és tehát a cigány útra került étel, ugye ezt ismeri mindenki ezt a kifejezést, a férennyelésével időnként meg kell küzdeni, hiszen a habzsolva és túlságosan gyorsan evő kutya az, ha gyakrabban kerül abba a helyzetbe, hogy az ételt nem tökéletesen nyeli, és már a következőnek a fölvételénél tart, de még nem nyelte le az előzőt, és ez a gyors evés, ez a habzsolás, ez a férenyelés melegágya. A férenyelés azért nagyon fontos, és azért nagyon kínos probléma, mert a férenyelt táplálék az bekerülve esetleg a nagyobb tüdő bronhusokba, ott fertőzésnek a forrását adják, és üszkös tüdőgyulladást okoznak, tehát ez egy nagyon komoly egészségügyi probléma. Hogyan lehet leszoktatni a habzsolásra a kutyát? Csak szisztematikus módon, csak állandó szeretettel, a teljes háttér biztosításával, amit nem csak a szeretet önmagában, hanem az a biztonságérzet is megad a kutyának, hogy holnap is lesz, holnap után is lesz táp, azután is lesz, és mindig lesz, és minden rendben van. A kutyáknak a legnagyobb része azért habzsol, mert mindig attól fél, hogy egyszer és mindenkorra kell neki itt most jól laknia. Van egy bizonytalan jövőképe, fél attól, hogy amit most ő kap, ez holnap már nem fog megismétlődni. Tipikusan az utcára kitett kutya az viselkedik így, amely fölfedezvén valamilyen táplálékot, az iszonyatosan gyorsan felszippantja. Részben azért, mert attól fél, hogy más el fogja enni előle, részben azért, mert éhes, harmadrészben pedig azért, mert nincs olyan jövőképe, hogy itt másnap is, harmadnap is meg fogja találni a megfelelő mennyiségű és minőségű ételt, amit majd fölvehet.